Szevasztok srácok, és üdvözlök titeket a Terepen egy újabb videójához és a vadnövény lexikonnak a legújabb részéhez. Mai videóban egy alapjáton nem túl feltűnő kis növénykéről fogok beszélni egy kicsit. Ilyenkor október környékén már megérett a termése, és ilyenkor úgy kicsit könnyebb felismerni. Az év nagy részében az a növény kezd egy ilyen kis közömbös kis cserje, illetve kis fa, és a legtöbb embernek fel se szokott tűnni. Növénykénk az egy borzasztó jó gyógynövény. Különböző anyagokat tartalmaz, amelyek a szívre nagyon jótékony hatásúak. És igen, ma az egyik galagonya fajról szeretnék nektek beszélni egy kicsit. A mai videóban az egybigyés galagonyát szeretném nektek megmutatni, a Crataegus monoginát. Nos, hát a galagonya az nem egyenlő a galagonyával, Magyarországon összesen 4 fajjal lehet találkozni. Ő itt az egybigyés galagonya, aki Magyarországon is körülbelül a leggyakoribb faj, igazából nagyon-nagyon elterjedt, nagyjából minden kis erdőben, erdőszéleken, mezőszéleken megnövő faj, tehát egy eléggé igénytelen, kistermetűre növő fa. Rendszertanilag a rózsavirágúak rendjébe, és ezen belül a rózsafélék óriási családjába tartozik. Az egybigyés galagonyát vagy cserjének tekintjük, vagy kisfának, hát nem tudom igazából kinek hogy tetszik, igazából apró termetű fának szokták leírni. Nagyjából 5-8 méter magasan nő meg, és borzasztóan szerteágazó, tehát hogy nem nő egyenesen, hanem össze-vissza nő. Ami nagyon érdekes benne, hogy kifejezetten sokáig élnek, tehát akár az 500 éves kort is megélik ezek a nagyon szép kis növények. Hát most már október közepe van, és ilyenkor már ők is elég rendesen hullatják a lombjukat, ugye, mint a legtöbb közép-európai rózsaféle, ők is lombhullatóak. A levélfelépítésüket viszont még így is meg tudom elég jól mutatni. A leveleiket igazából elég egyértelműen lehet határozni. Úgynevezett ékvállú formájuk van, tehát ékvállúak a levelek. Ezen kívül hegyesek, és tövig nagyjából 3-5 hasábban rendelkeznek, és a csúcs felé hegyesedő karéjokkal is rendelkeznek, ezt most meg is mutatom nektek itt szerintem. Itt úgy szépen látszik ez az ékválúság, tehát ez a levélformát ezt így hívják, és szépen látszik, hogy bevágottak, tehát itt van ez a 3-5 bevágásuk, illetékesen, hogy így hegyesednek, és még a levélnek a végén látszik, hogy ilyen picikek is, úgy néz ki a levélnek a széle, mint hogyha meg lenne rágva, tehát ilyen kicsikek is hegyes végződésekbe fejeződnek be a levelek. Elég egyértelműen határozható amúgy a levelük, tehát hogy ez egy eléggé tipikus történet. Növényünk érge az szürk és barnás, és minél idősebb egy növény, annál jobban elkezd berepedezni és ilyen pikkelyekre szétrepedni. Itt szépen látszik, ez még egy eléggé fiatal kis növényke, és neki még nem annyira pikkelyes a kérge. Ott a mögötte lévő példánya szintén egy egybigyés galagonya, és ott már jól látszik, hogy eléggé szét van repedezve a kéreg. Most nem akarok oda teljesen bemászni, szerintem szépen látjátok. Tehát az előtérben lévő növénynek a törzse, ez még egy relatív fiatal példány, itt még nem annyira repedezett a kéreg, és hátul pedig szépen látszik, hogy teljesen berepedezik, kipikkelyesedik a kérge a fának. Hát virágzatáról sajnos felvételt most nem tudok mutatni, ők is tavasszal virágoznak. Nagyon szép himnős fehér virágzattal rendelkeznek amúgy, és ezek a virágok bugernyőkbe nyílnak. Viszont a terméseket most már meg lehet mutatni, ugye ilyenkor, hát mondjuk már kicsit korábban is, tehát nagyjából október elején érnek be a terméseik. A termések úgynevezett alma termések, az azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint az almánál, a vacok megduzzadásával keletkeznek. A termésnek a makéja az iszonyúan kemény, tehát ne próbáljátok meg elrágni, mert ez egy elég ilyen fogtörős történet lenne. Ennek a lényege az főleg az, hogy a növényevő állatok, akik szívesen fogyasztják az egybigyés galagonyának a termését, azok az egész termést megeszik, és a bélrendszerük, illetve az emésztési rendszerük nem képes megemészteni a magokat, és így a növény az szert tesz nagyjából egy ingyenes taxiszolgálatra, tehát a magok az állatok bélrendszereiben hosszú utakat megtehetnek, tehát madarak esetében akár több száz métert, akár több kilométert is megtehetnek. Így a növény biztosítani tudja azt, hogy a magok és későbbi kisfák nagy területen szétszóródjanak, és így betelepítsék mondjuk úgy, hogy az egész környéket. Na, itt szépen le is látszódnak a termések. Amúgy picit tényleg úgy néznek ki, mint hogyha ilyen miniatűr almák lennének. Az ízük az amúgy eléggé lisztes, hogyha valaki nem evett még galagonyát. Nem a legfinomabb amúgy, tehát ne várjatok egy ilyen édes almás íz, egy ilyen eléggé lisztes, tehát nagyon minimálisan kesernyés íze van. Nem egy nagy ízvilágot rejt a történet, tehát ilyen snacknek talán nem a legjobb, viszont elképesztő jó gyógyhatása van, és amúgy főleg teákba szokták kifőzni. A teába kifőzhető a termése, a levele, a rügyei, és még akár a virágzata is, tehát szinte az egész növényből lehet teát csinálni. Csak hogy megmutassam, a magok elég picikék, így néznek ki, hogyha már itt
feláldoztam magam, és elszopogattam itt egy galagonyát. Amúgy tényleg, tehát nem vészes ízük van, most nem akarom itt lefikázni szegény növény, tehát nem rossz, csak tényleg nem egy bomba ízvilág, tehát most ne valami nagyon édes erdélyi gyümölcsre gondoljatok, hanem egy ilyen lisztes, enyhén kesernyés történet. De amúgy ehető is például a túlélési helyzetekben is egész jó, csak mondjuk mire az ember összegyűjt ebből egy nagyobb adagot, azért az úgy eltöltheti vele az egész napot. Az egybigyés galagonyát már amúgy évszázadok óta használják, főleg szívgyógyszerként alkalmazott. Hatóanyag a levelekben, a termésekben és a virágokban található, ahogy az előbb említettem, illetve az rügyekből is ki lehet főzni. A növény hatóanyagai a flavonoidok, a proantocianidok és a tritérpének. Mindhárom hatóanyag az javítja a szívizomsejtek aktivitását, serkenti a szívizomnak a vérellátását, illetékesen értágító és vérnyomás csökkentő hatása van. Tehát egy nagyon szuper kis gyógynövény, és ilyenkor ősszel tényleg ajánlatos gyűjteni belőlük egy adagot. Szüretelni úgy a legegyszerűbb, hogyha gyűjtetek egy adag termést, egy adag levelet. Nagyon-nagyon fontos felhívnám mindenkinek arra figyelmét, hogy mindig csak olyan mennyiségbe gyűjtsünk vadnövényeket, hogy azzal ne tegyünk kárt a természetbe, tehát az azt jelenti, hogy nem tépjük szét az egész növényet, hanem olyan mennyiségbe gyűjtünk, ami nekünk kell, és ami a növény nem károsítja. Plusz, mivel a galagonya az egy olyan elterjedt növény, hogy nagyjából minden erdőbe lehet találni, vagy 50-60 növényt, ezért ajánlatos nem egy növényről beszedni a számunkra szükséges mennyiséget, hanem több növényről mindig egy keveset csipegetni. Arra is talán érdemes odafigyelni, hogy sok erdei madárnak főleg télen fontos tápláléka a galagonya, úgyhogy tényleg ne szedjük túl a termést, tehát szedhetünk belőle, nem védett növény, nagyon gyakori, csak ne túlozzuk el. Ugye próbáljunk mindig odafigyelni az ökológiai egyensúlyra, tehát az erdőben, hogyha kim vagyunk és vadnövényeket gyűjtünk, akkor ne legyünk önzőek, ez nagyon fontos. A termés begyűjtése után igazából egy pár napig érdemes kiszárítani, akár fűtőtesten, akár egy tányérra kiteszitek, ezek elég gyorsan megszáradnak, és utána egy teát lehet belőle főzni. Én mindig úgy szoktam csinálni, hogy egy másik teával keverem, tehát például csinálok egy fekete teát vagy zöld teát, és abba rakok egy adag galagonyát, mert ízügyileg tényleg nem egy nagy robbanás, tehát hogy hozzá kell tenni, hogy egy nagyon szuper gyógynövény, és tényleg nagyon jó hatása van, de ízügyileg nem egy nagy robbanás. Tehát ne várjunk el tőle egy iszonyatosan ízletes teát. Amit viszont meg lehet csinálni, hogy például más európai vadnövényekkel, csipkebogyóval például, vagy egy kis bodzával lehet még főzni egy jó teát, és abba belekeverünk egy adagot. Én mondom, hogy mindig fekete teával, vagy zöld teával, vagy egy más teakeverékbe szoktam rakni egy adagot, és tényleg úgy nagyon jó, tehát úgy nem is nagyon lehet érezni az ízét, viszont a testre, szervezetre borzasztó jótékony hatása van. A végén még akkor a megtalálásáról, ugye a videó elején említettem, hogy a mirigyes galagonya az egy elég gyakori növényke, nagyjából mindenhol megél, legyen az erdő széle, mezőszéle, tehát egy elég elterjedt kis fa, és általában az ilyen bozótosokat kedveli, ahogy itt szépen látszik, tehát itt ez a bozótos történet, ez tetszik neki. Hogyha egy kicsit végignézzünk, akkor jól látjuk, hogy nagyjából ez a bozótos, ez áll fagyalból, galagonyából, hát ott mögötte van egy kis szeder, meg mindenféle cucc, kökény is van benne, tehát ez egy ilyen bozótos közepén növő növény általában, tehát ő szereti az ilyen szép bozótos történet. Tehát ezért sem tudom megmutatni amúgy a teljes növényt így szépségében, mert tényleg így bele van nőve a más bozótba is. De így szerintem szépen látszik a történet. Nos srácok, ennyi lett volna a videóm a mirigyes galagonyáról, remélem, hogy tetszett nektek a videó, és hogyha találkoztok következőnek egy ilyen szép kis növénykével a túrátokon, akkor vigyetek haza nyugodtan egy keveset, próbáljátok ki a teát, és élvezzétek a szívgyógyító hatását a növénykének. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a videó, dobjatok nyilván egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk hamarosan ismét terepen. Szevasztok! Ja, és elnézést kérek, a hangomért kicsit meg vagyok fázva, de szerintem ez már feltűnt és tisztázódott.